Hosszú volt, így jellemezte Vaka Árpád az augusztus közepén rajtoló és néhány elmaradt meccs pótlásával december elején záruló őszi idényt. A legfontosabb, hogy a három osztály hét csoportjában induló 107 együttes végigjátszotta a bajnokság első szakaszát. Bár a novemberi időjárás próbára tette a pálya karbantartókat, csak néhány meccset kellett későbbi időpontra tolni, és az izgalmak hiányára sem panaszkodhattak a szurkolók. Összességében, ahogy nézzük a különböző bajnokságainkat, azért szorosnak tekinthető a tabella a megyei első osztályban is, elől is, illetve hátul is. A megyei másodosztályban van olyan csoport, ahol meglépett egyesület, viszont van olyan, ahol olyan sűrű, hogy nem lehet tudni, hogy ki lesz a bajnok, vagy akár kinek kell tartani attól, hogy a következő évben a harmadosztályban szerepel. A megyei harmadosztályban pedig van egy olyan csoport, ahol az első 6-7 csapat között alig van különbség. Úgyhogy izgalmasan alakult az ősz. Bízunk benne, hogy sérülésmentesen megfelelően sikerül a téli felkészülés a csapatoknak, és tavasszal egy színvonalas tavaszi szezon fogunk majd produkálni. A téli időszakban a vármegyei igazgatóság nem rendez felkészülési tornákat, de segíti a teremben és a szabadban pályára lépő csapatokat. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy kizárólag azért nem rendezünk ilyen tornákat, tehát nem a mi égiszünk alatt megy, mert hogyha mi rendezzük, akkor bizonyos szabályokat be kell tartani, ami ugye a csapatoknak azért nehézség. Gondolok itt az érvényes versengedélyre, érvényes sportorvosira, adott esetben nem lehet próbajátékos, tehát azért nekünk meg van kötve a kezünk, viszont nem engedjük szabadjára a csapatokat. Ugye a legnagyobb megyében az egyik legnagyobb teremtornát, a Kósa János emléktornát ismét támogatjuk azzal, hogy játékvezetői küldés és játékvezetői működési díjakat átvállaljuk a háromnapos tornán. Ez szerintem azért nagy segítség a terem tornán résztvevő játékosoknak. És a műfős nagypályás tornát most Nyírbátori központtal szervezik meg, három helyszínen a megyébe, Gyulaházát, Csengerben és Nyírbátorban. Várhatóan egy olyan 90-100 mérkőzés lesz, és valamennyi mérkőzés a játékvezetői küldést, valamint a játékvezetői működési díj jelentős részét átvállalja az igazgatóság. Ez több millió forintos költség egyébként nekünk, de természetesen támogatjuk a csapataink téli felkészülését. A szabadtéri foci ugyan szünetel a vármegyében, de a labdarúgás egyik változatában, a futszálban még csak most indult el a szezon. Az NB3 regionális északkeleti csoport két hete indult el, most a harmadik fordulót rendezték a héten. Van, aki már játszott három mérkőzés, valaki csak most kapcsolódott be, de ez ilyenkor természetes. Ahogy említetted, ott most kezdődik a szezon, december, január, február, március közepéig igyekszünk lejátszani a mérkőzéseket. Három megyétől el fel ismét, tehát Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok játszanak a regionális bajnokságba, valamint a múlt héten beindultak a tornák, a futszál utánpótlás tornarendszerű bajnokságainkba. Ugye a fiúknál négy korosztályba, 13, 15, 17 és 19 éveseknek írtuk ki, a lányoknak egy korosztályba, 17 éveseknek írtuk ki. Ott tornarendszerben vannak a pontvadászatok, tehát ha elmennek egy helyszín, akkor több mérkőzés játszanak a csapatok, de ők is, az utánpótlás gyerekek is, akik beneveztek, több mint 100 csapat nevezett ugye összesen az utánpótlás futszál tornákra, decemberben, januárban, februárban egyaránt fognak tétmérkőzéseket játszani. Mint az igazgató elmondta, decemberben játékvezetői tanfolyam indult, január közepén pedig kezdődik az átigazolási időszak. A bajnokság február utolsó hétvégéjén folytatódik a vármegyében.